Nagyon-nagyon jó hallani a hangodat, Szilárd. Nagyon-nagyon örülök neked. Szóval. Gratulálok szívből, Vétel. Látod, látod meg jelen, amit én látok most. Egészen csodálatos. Felszakadozott a fel. Szépen stöpi hegycsős alattunk van. Vétel. Csodálatos lehet. Nagyon-nagyon örülök, Szilárd. Nem tudok mit mondani. Nagyon örülök, Vétel. Örömmel jelentem, hogy felértünk a várra. Igaz, hogy Dávid egy púton van lefelé, de nem tudok nem csapatként gondolni magunkra. Úgyhogy felértünk a várra, és az előbb egy pillanatra felszakadt a felhőzet, teljes whiteout van egyébként, ám de láttam. Láttam a parasztjog kuloárt. Na jó, csináljuk meg a sátorhelyet, aztán majd szórakozunk. Most beszéltem Dáviddal, leért az alaptáborba. És azt hiszem, hogy ilyen határhelyzetekben különösen érzelmesek tudunk lenni. Nem tudom, hogy... igen, viszonylag ritkán mondjuk ki egymásnak, hogy szeretjük a másikat. De ez most egy ilyen pillanat volt. És amikor fordítva voltunk, mert Dávid volt fent valahol, akkor, és akkor mondtam el én is neki, amit egyébként nem lehetne, de hát ilyenek vagyunk. Jaj. Az előbb beszéltem Dáviddal, aki már fent van az alaptáborban, és egész éjszaka támogatni fog, rádió kapcsolatban leszünk. Ez nagyon, nagyon sokat jelent. Nyugodt vagyok. Az az igazság, hogy nyugodt vagyok, holott egy-egy pillanatra, amikor felszakadt a felhőzet, akkor karnyújtásnyira láttam a váll fölött a batölneket, a palasznyakkulóárt. És megmondom őszintén, félelmetesen néz ki. Brutális. Igen, tényleg az. Erős vagyok. Motivált. Jól érzem magam. Tudom, hogy butaságnak tűnik, és sokszor mondogatom, de... Nagyon, nagyon közel érzek mindenkit magamhoz. Mindenkit, akit szeretek. És, ahogy Dávid szokta mondani, két nap a világ. Nem soká elindulok felfelé, és a tervek szerint körülbelül két, legfeljebb három nap múlva már az alaptábor biztonságában leszek. Nagyon szeretném, nagyon akarom, hogy sikerüljön, és úgy érzem, hogy minden bennem van itt és most. Minden, ami kell ahhoz, hogy sikerüljön. És remélem, hogy büszkék lesztek ránk. Megdolgoztunk ezen a nyáron rendesen.
Sziasztok! Gyönyörű esténk van a K2 vállán. Igazság szerint irgalmatlan hideg van, de egy kicsit kijöttem fotózni. Nyilván ezt nem lehet kibírni, hogy ha már felszakadozott a felvizet, akkor az ember ne csináljon néhány felvételt. Jó vagyok. Az ujjaim azok viszont igencsak fáznak. Nézzétek, milyen közel vagyok. Ilyen közel. Azt hiszem, én alszok a legközelebb a K2 csúcsához az este. Bár nem is fogunk aludni. Nem sokára indulunk. Sziasztok! Pontosan 5 éve nem voltam csúcsmászó helyzetben. Viszont tegnap este 9 óra óta abban vagyok csúcsmászó helyzetben. És bár a tempómat illetően alig, hanem még vagy 2 óra. Igaz, hogy karnyújtásnyira tűnik. De azt hiszem, tudom, hogy nem soká ott leszek fent. Nézzük meg a legmagasabb pontot.
a szerelmem. Itt vagyok. A K2 csúcsán. És ez a csúcssiker, ez a történet neked is szól. És Somának is. Nélkületek nem tudtam volna ezt megvalósítani. Köszönöm, hogy hittetek bennem. És köszönöm a bizalmat is. Most épségben le kell juttam, és aztán sietek haza hozzátok. Szeretlek titeket. Itt 8611 méteren is. Jaj, megcsináltuk. Sziasztok! Csontighatoló hideg van, túl sokat nem fogok ügyeskedni sem fotókkal, sem videókkal, de a panorámát azt szeretném megmutatni nektek. Azt hiszem, hogy magáért beszél. Hát ott van magát, de természetesen nem is vártuk. Akárhonnan jelentkezem, itt vagyok a K2 csúcsának szélárnyékos oldalán. Az előbb vonultam vissza a csúcsgerincet, végigpaktattam, megcsaláltam az imazászlókat, és a panorámát sikerült. Az Esemény Horizont csapata teljesítette a K2 első magyar megmászását. Nem adta magát könnyen a hegy, de nem is vártuk, hogy ez így legyen. Fantasztikus mászás volt. Igazából hosszú éjszaka volt, és hosszú nap. Nem tudok most hosszan mesélni, mert csontighatoló hideg van. Remélem, ezt elnézitek nekem. Ellenben alig várjuk, hogy személyesen elmeséljük majd, hogy mi minden történt ezen a nyáron. Most értem vissza a 4-es táborba. Azt hiszem, hogy körülbelül 6-szor aludtam el a vállon lévő hómezőn. Meg annyiszor leültem, elbubiskoltam. Legutóbb körülbelül 20 méterre a sátortól. Úgyhogy azt hiszem, hogy kellőképpen sikerült elfáradni odafent. Ez mondjuk annyiban jó is, hogy a palasznyak kuloáron és azon az őrületen, ami ott fölötte van, lényegében egész üres fejjel jöttem át. Nem izgultam túl a dolgot. Örülök, hogy lent vagyok. Most nem tudok megmozdulni. Főzök, eszek, és egy kicsit kipihenem magam, akkor a 3-as táborba lecsábít a felfújhatós matrac és a hálózsák. Úgyhogy lehet, hogy fejlámpával lemegyek még a 3-asba. Egyébként jól vagyok. Igen. Igazság szerint nem gondolkoztam még nagyon azon, hogy mi történt. Majd Dáviddal lent ünneplünk.
ideje főzni egy teát. Igen, ideje főzni egy teát. Jó reggelt a hármas táborból. 7400 méterre visszaereszkedtem tegnap este. Egyrészt a négyesben nem volt hálózsákom sem, csak egy egyszerű kis polifó madrac, és megérte az a néhány óra, hogy nem tudom, azt hiszem éjfélre értem ide le, hogy sokkal kényelmesebb helyen legyek. Egyrészt itt van egy felfújhatós matrac, hálózsák, és minden egyéb, mi a komforthoz kell. Nagyon jó érzés volt itt felébredni. Beszéltem Dáviddal az előbb. Várnak lent a fiúk a mai napon. Hosszú ereszkedésünkre persze. A K2 nem hazudtolja meg önmagát. Kutya egy idő lett. Más világ az ott fönt. Nem lehet felfogni egyből. Földetérés pi... Na, még egyszer. A földetérés... Még egyszer ezt összedem magam. A földetérés ünnepi pillanatára Akbárék a szomszédos konyhában egy ilyen költeménnyel rukkoltak elő, amivel egyúttal gratulálnak is a csúcssikerhez. Itt üldögélünk Szilárd barátommal 5000 méteren a K2 alaptáborában. Két nappal ezelőtt Szilárd végrehajtotta a K2 8611 méteres csúcsának első magyar megmászását, ráadásul fotolagos oxigén használata nélkül. Fantasztikus érzés volt felérni a csúcsra. Amint végig sétáltam a csúcsgerincen, pont felszakadozott a felhőzet, kitágult körülöttem a panoráma. Az egyetlen szívfájdalmam az volt, hogy Dávid nem mellettem áll, hanem a rádióvonal a túlsó végén van, viszont minden szava, minden bátorító szó nagyon komoly hozzájárulást jelentett a sikerhez, és ezzel, hogy elértük a K2 csúcsát, teljesítettük a világ legnehezebbnek tartott 8000-esének a megmászását, néhány évvel korábban pedig szintén az esemény horizont színeiben Dávid megmászta a világ legveszélyesebb 8000-es hegyét, az Annapurnát. Nagyon bízom benne, hogy legközelebb együtt állhatunk majd egy gyönyörű hegynek a csúcsán. सबसे प्यारा हमारा गिलगित बल्तिस्तान सबसे फखरे पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान मेरे दिल मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान हे हमारा प्यारा पाकिस्तान हे हमारा प्यारा पाकिस्तान
hamara gul gete baltista fakhre pakistan gul gete baltista mera dil meri jaan gul gete baltista. Sajnos egyik pillanatról a másikra minden megváltozott, és el kellett dönteni azt, hogy Dávid már pedig ilyen állapotban nem szabad, hogy tovább éljen. És az egyetlen okos döntés, az egyetlen jó döntés az az, hogyha elsősorban a saját egészsége miatt lefelé indul a hármas táborból, illetve ő nagyon önzetlenül, és az expedíciónk sikerét és az én esélyeimet szem előtt tartva azt is nagyon jól látta ebben az állapotban, amit egyébként külső szemlélőként nagyon rossz látni, mikor ott vagy összezárva egy kis sátorban, és látod azt, hogy a másik szenved és agonizál, miközben tudod jó, hogy ő is szeretne veled tovább jönni, és ő is szeretne feljutni a csúcsra, de ebben a helyzetben meghozta azt a döntést, ami az én esélyeimet maximalizálta, és ez az volt, hogy lefelé indul. Hogyha fölfelé indul velem együtt, akkor nagyon valószínű, hogy súlyosbodtak volna a tünetei, és hogyha magasabban vagyunk, akkor már nem biztos, hogy önállóan le tud menni, hanem akkor természetes az, hogy én is elindulok vele lefelé, és igen, és ez a vége az expedíciónak is, illetve az esélyeinket lenullázunk. Dávid meghozta ezt a döntést, összepakolt aznap reggel, és elindult egyedül az alaptábor felé. Én maradtam a hármas táborban, és nem sokkal később pedig elindultam a négyes felé. Oxigén palasz nélkül 8500 méter fölött az egy más világ, egy más dimenzió. Jó tudni azt, hogy képes vagyok erre, és jó tudni azt is, hogy sikerült visszatérni innen. Legalább annyira erős vágy hajt engem is, és legalább annyira célom nekem is, mint Dávidnak, úgyhogy az Esemény Horizont csapata, Klein Dávid barátom és én szeretnénk az Everest csúcsát elérni oxigénpalac nélkül. Géppel megyünk tovább. Túl az utolsó lépéseken. Jöhet a kényelem. Aztán indulj. Két hónapja keltünk útra Budapestről, és mindig nagyon különleges az első néhány olyan méter, amit nem önerőből teszünk meg egy ilyen hosszú expedíció végén. Ilyenkor belegondolunk abba, hogy 60 napja minden leküzdött méter, minden mozdulat az a saját testünkből, a saját izomzatunkból jött, és most itt ülünk ebbe a furcsa vasparipában, és meglódult velünk az út, igazi száguldást élünk át, holott valószínűleg 20-30-ra megyünk. Változik a környezet, reggel még egy táborhelyen keltünk föl, Szájcsóban, és most pedig már itt zötyögünk, ismeretlen emberekkel találkozunk, a levegő illatokban és oxigénben gazdag, sár vesz minket körül, olyasmikbe gondolunk bele, hogy
semmi gond nem történne, hogyha kiszállnánk az autóból, és az út mellett lehevernénk a fűbe, és heverésznénk egy órát. Ez a fajta szabadság, ez nem volt jellemző az elmúlt hónapokra, még az alaptáborban is egy picit mindig résen kellett lenni. Köszönöm, hogy megtaláltad!